Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai adásunkban a Nemzeti Agrár Tanácsadási Bizottság megalakulásáról beszélünk, illetve a száraz nyári aratású szántóföldi növények betakarítása befejeződött, nyilván erről is szó esik. Vendégem pedig Zászlós Tibor, a Mezőfalvai ZRT vezérigazgatója, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Tisztelettel köszöntöm. Jó estét kívánok mindenkinek. Akkor először talán a országszerte befejeződött a betakarítás, a nyári aratású száraz szántóföldi növények betakarítása. Változékony volt az időjárás, erről már beszéltünk, a nyár első felét is ez jellemezte, viharokkal tűzdelt, viszont a gazdálkodóknak ennek ellenére sikerült tartani az aratás kigondolt ütemtervét. Menjünk sorban, én azt javasolnám, búza. Búzát az országban 956 ezer hektáron termeltünk idén. Az átlagtermés az 52,5 lett, tehát a várakozáson felül teljesített a búza. Már csak azért is, mert hát tudjuk jó, hogy a fél évet a búza gyakorlatilag nagyon aszályos körülmények között töltött el télen, és csak április és májusban jöttek azok a csapadékok, amik valamennyire is megváltoztatták. Viszont ugye, aki nem tudott a virágzásba, a búza virágzás, akkor megfelelően növényvédelmet foganatosítani, annak különösen erőteljes. Ugye a fuzárium fertőzés, ezen kívül a dondoxinát, különféle toxinoknak a megjelenése, hiszen olyan időjárási viszonyok voltak, hogy a másodlagos fuzárium fertőzés is megvalósult ebbe a dunsztos, meleg, esős májusi időszakba, és hát tudjuk jó, hogy a másodlagos fuzárium fertőzés elleni védekezés azért nehezebb, mint virágzáskor. És hát itt most nem akarok kitérni arra, hogy a repülőgépes permetezés, amelyiket a Európa Unió nagyon kezd el tiltani, hogy ilyenkor van jelentősége, amikor nem lehet a talajra rámenni, ugye annak a víztelítettsége okán. Tehát a búza az végül is szépen hozta az eredményét, az ára is elfogadhatóan alakul. Igazából két nagy minőség különböztetik, most megy, meg ugye a toxinos és a kevés, tehát a toxin mennyiségbe elfogadható minőség. Nyilván, hogy akinek toxinos a búzája, az alacsonyabb áron tudja értékesíteni, vagy kevernie kell ugye olyan toxinmentes búzákkal, amelyikkel a fogyaszthatósági határérték alá esik megfelelő módon. De hát ezt nyilvánvaló meg is teszi minden gazda. A fehérje tartalom és a sikertartalom, természetesen, az kiemelten fontos. Azt kell mondanom, hogy az idei búzáknak a beltartalmi értéke az leginkább sütőipari, tehát malmi búzák vannak, és kevés a takarmány minőség, kivétel azoknál, ahol takarmányt termesztenek. És idén is ugyanúgy igaz volt az a mondás, hogy a martonvásári búzák, Nádortól kezdve, most hagyd ne soroljam a többit, megverik a hibrid búzát mennyiségbe. És én továbbra is állítom, hogy érdemes étkezési búzát csinálni, hiszen hogyha megveri a hibrid búzát, amelyik tudjuk jó, hogy takarmány búza minőséget ad, ha nem jön be, mert megázik, vagy valamiféle mutatója nem lesz megfelelő, akkor is ott a takarmány minőségben, igen, a magas fehérje tartalommal. Egy kicsit arról beszélünk, hogy ugye a mezőföldön mindig más, remek aranykorona értékek vannak itt, úgyhogy tehát ez ugye egy országos adatot mondott az imént. Fehér megyében egy kicsit magasabbak voltak természetesen a termés átlagok e tekintetben, de a prímet a megyék közül az Tolna és Baranya vitte el e tekintetben, mert ők 6 tonna fölötti átlagtermést produkáltak. Viszont repcebetakarítás tekintetében pedig Fejér megye és Vas megye az, amelyik az élen végzett. Ugye a repce nagyon-nagyon fontos most már nekünk, nem csak növényvédelmi szempontból, amerre jártunk, ugye már számtalanszor elmondtunk, jó volt a szemnek is nézni a virágzás idején, és elterjedt, és ez jót tesz egyébként a vetésforgónak.
emellett pedig remek eredmények születtek, vagy legalábbis jó eredmények. A vetésforgónak is jót tesz. Az országrészek különbözőek voltak. Először is ugye több mint 300 ezer hektáron vetettünk el repcét, egész pontosan 332 ezer hektáron, és ebből ugye 296 ezer hektár maradt. A többi az a szárasság, és bizonyos érdem a fagy okán, meg a kelési gyengeség miatt ki kellett szántani, tárcsázni, tehát abból nem lett betakarítás. A megmaradt növények is az Alföldön nagyon gyengén tudtak fejlődni, pont a kitett arid időjárás miatt, és emiatt nem lehetett nagy termés eredményre számítani, ami így országosan 2,95 tonna per hektárban manifesztálódott, ami azt jelenti, hogy a határérték ott a termelhetőségnek olyan 2,5 és 3 között van, ugye a ráfordított költségek hányadát figyelembe véve, hiszen hogyha nagy volt a rovarnyomás vagy gyomnyomás, akkor értelemszerűen többet kellett rákölteni, akkor magasabb a fordulópont, a jövedelmezőségi szint. Tehát azt kell mondani, hogy az országban nagyon sok helyen, ahol az országos átlag vagy az alatt volt a termés átlaga a gazdának, ott idén a repce nem tudta hozni magát. Az ára hiába volt magas, az olajtartalma azért meglehetősen változó volt, és inkább alacsonyabb mindenütt, viszont ahol, mint Fejér megyébe is, azért az átlag az majdnem a négyet közelítette, tehát 3,4 volt, az azt jelenti, hogy itt a gazdáknak jövedelmet tudott hozni a repce az idei évben is, és hát egy nagyon kifizető növény tud lenni, bár ha már egy kicsit előre megyünk a vetéshez, a repce vetés kellős közepébe vagyunk, akkor nagyon fontos két dolog. Egyik, hogy elég nagy a nyomás, ugye a mostani csapadékokat figyelembe véve, és már száll a repcedarázs. És ha a repcedarázssal már találkozunk, akkor ez tavalyi évben is olyan tömegben volt, hogy képesek voltunk megszámolni 12 hernyót gyakorlatilag két leveles állapotban levő repcén. Tehát borzasztóan gyorsan tud szaporodni, és ha nem védekezünk ellene, akkor a repcebolhával együtt óriási kártételt képes pár nap alatt csinálni, amikor gradációban van. Tehát figyelni kell a csapdákat, a növényvédelmi munkákat gondosan el kell végezni, mert így lehet csak megfelelő repcetermésünk. Nyilván az a gazda, aki még nem tudta a repcét elvetni, az semmi problémát nem jelent, hiszen általában kedvező, hosszú őszeink szoktak lenni, napsütéses és meleg órák számait is figyelembe véve a repce megerősödik, legfeljebb nem kell regulációt alkalmazni, ami olyan óriási gondot azért nem jelent, bizonyos költségcsökkentés van ezzel kapcsolatban. Természetesen az el lehet vitatkozni, hogy amikor regulálunk, akkor a gyökér növekszik, a zöld tömeg kevésbé, és amikor nem regulálunk, akkor azzal a gyökérzettel megy télbe a növény, amit addig tudott fejleszteni. Tehát bizonyos értelemben van előnye is annak, hogyha egy növény jó állapotban van, és vissza kell a lombozatot fogni. Az alap mindenképpen a növényvédelem, mert én azt hiszem, hogy ebben a változékony időjárásban kiemelten kell figyelniük a gazdáknak. De aki például... Hát elnézést kérek, de különösen azért, mert ugye a zöldítés során általában kereszteseket vetnek a gazdák, olajretektől kezdve, hogy ne soroljam, teljes joggal. Ez viszont hát a rovargradációt az élteti. Igen. Tehát ha egy közelbe levő táblán ilyen másodvetés van, ami a zöldítés szolgálja, hát onnan pillanatok alatt át tudnak menni a rovarok, ugyanúgy a keresztes virágból közé tartozó repcére, és ezért kicsit nehézkesebb a növényvédelem, ennek azon oknál is fogva, hiszen egy nagyon sok növényvédő hatóanyagot az Európai Unió kivon, csávázással kapcsolatban is most már csak egyféle csávázószer van, és ez azonnal meglátszik, aki nem tud csávázni, már kelési fázisba, amelyik csávázva van, ott azért elkerülik, ugye a különféle rovarkártevők, hát egy darabig, de
amelyik nem, akkor azonnal meglephetik a környező táblákról. Ezért kell nagy figyelem. Tehát nagy figyelem kell. Őszi árpa. Aki az idén az őszi árpát választotta, már pedig ugye népszerű szántóföldi növényünk, az egy 5 éves rekord megdöntésének lehetett tanulja, egészen kiváló minőségű és mennyiségű őszi árpa termet. Országos átlagban 5,49 tonna per hektár, Fehér megyében pedig kimagasló átlagok voltak. Voltak gazdaságok, ahol 7-8 tonna fölötti árpa termések is adódtak, elfogadható hektoliter súllyal. Tehát az árpa az idei évben slágernövény volt bizonyos értelemben, hiszen a tavaly az ára az hát minden idők legnagyobb árait csapkodta, kereset volt mindenütt. Bizonyos értelemben a keresettsége nem csökkent a nyugat-európai aszályok miatt és az ottani állatállomány kiszolgálása véget, sőt, mint azért hazánkban is a sertés tartási kedv, ugye a kedvező sertés átvételi árak vonatkozásában nem lohadt, hanem inkább növekszik, ami ugye az árpa felhasználást a keverők vonatkozásába a növekedést mutat, és az ár sem kedvezőtlen a jelenlegi állapotban. Igen, az árpa köszöni jól volt, ebben az időszakban nem kellett horribilis költségeket ráfordítani, és szép terméssel hálálta meg a gondoskodást. Ilyenkor óvatatlanul is mindig felmerül a kérdés, hogy hogy reagál a tőzsde a termés átlagokra, illetve a minőségre és mennyiségre, mert ez így egységes. Tehát gondolok itt a búza, árpa, repce. Ugye a búzáról beszéltünk, de a repce ára, illetve az őszi árpa ára hogy alakult? Hát a repce az kimondottan magas árakat ért és ér is jelenleg el, hiszen ez a nagy mennyiségű, tehát a 40 ezer hektár körüli mennyiség azért nem kevés, kiszántása ugye csökkentette a mennyiséget, ezen kívül pedig a környező országokban sem mindenütt volt felhőtlen a repcedermesztés, ezért ugye a hazai olajütők és hát olajgyártók a repce feldolgozásán vonatkozásába készleteztek. A készletezés szívta a piacról az árualapot, és természetesen növelte azokat az árakat, ami a gazdának kedvező. Igen, hát aki megtehette, hogy készletezze. Igen, hát nem kellett sokat készletezni, mert az aratás időszakban is pár hét után már vitték, meg gyakorlatilag, ha kellett a kombájtól is, el lehetett vinni. Persze az ár különbözetek tisztítás nélkül azért nyilvánvaló mások. De végre elkövetkezett az az idő, hogy az a kimondott árubőség talán nincs meg, amit a feldolgozók ne tudnának feldolgozni, tehát hogy ott pangna az áru, és a késztermék oldalán ne tudnának eladni. Tehát a magyar repcének a beltartalom miatt is, bizonyos értelemben a GMO-mentesség okán is, bár Európában nincs egyenlőre GMO-s repce, keresett cikk a hazai, mint a nemzetközi piacokon. No, és még előttünk áll két kultúrnövényünk betakarítása, napraforgóval kezdjük. Aggódhattunk eleget, mert elég silánynak indult. Aztán, ahogy most látjuk, meg ahogy a szakemberek mondják, azért csak-csak kiegyenesedett, ahogy tetszik. Igen, de nem lesz rekordév a napraforgóba. Az időjárás, ott is növényvédelmi kérdések azért nagyon erőteljesen előjöttek, de nem lesz rossz év, tehát félreértés ne essék. Közepes, átlagos év lesz, túlzottan nem kellett a napraforgó vonatkozásába plusz növényvédelmi feladatokat ellátni, tehát az a nyári időszak, ami ugye meglehetősen aszályosra is sikerült ez a napraforgónak, olyan különleges problémát nem jelentett, és hát reménykedünk egy átlagos termés alakulásába, egy viszonylag elfogadható olajtartalommal és árral. Mert a napraforgó az tud olyan libikókát csinálni árba, hogy az embernek kerekedik a szeme,
Hát akkor is, hogyha fölfelé megy, mert akkor keresi, hogy mit lehetne eladni, de hát akkor szörnyűködik, amikor lefelé megy. Egyelőre stabilnak mutatkozik, de én a napraforgóra még nem vetnék olyan értelemben keresztet, hogy soha rosszabb évet, mert még azért az eladás még hátra van. És még a minőségi kérdések előjöhetnek, bár minden gazda tudja, hogy hogyan kell védekezni, hogy ne a földről kelljen feleszedni. Nyilvánvaló. Ugye? Hát akkor majd a tőzsde dönt. Így mindenben. Így a kukorica a legfontosabb takarmánynövényünk, azt hiszem, hogy jó, nagyon rosszul indult, azt nagyon is jól láttuk, hiszen a csapadék hiány azért meglátszott, pöndörödött, minden baja volt, amit itt láthattuk a megyében is. Aztán kialakult végül is. Most már jó ránézni egy-két földre, de ez elsősorban én azt mondom, hogy a mezőföldön járunk, tehát erre jellemző. Én úgy fogalmazok, hogy ha az országot végignézzük, akkor a kelet felé haladva elkezdtek beérni a kukoricák, de komolyan, tehát független attól, hogy korai érés idejűek vagy nem. A mezőföldön pedig még zöldelnek a késői érés idejűek. Ezt azért idézőjelbe teszem, hogy zöldelnek, mert ez a rendkívül erős és intenzív augusztusi hősok az azért megviselte. Tehát a felső levelek, azok égési sérüléssel elkezdtek száradni. UV-sugárzás okán is, és a hősérülés okán is. Tehát érdekes módon, ahol megfelelő tápanyag és víz volt, a kukorica még zöldel, fölülről pedig elkezd száradni. De régen úgy mindig alulról kezdett el fölfelé száradni. Tehát ez egy jelenség, ami ennek a szélsőséges időjárásnak a következménye. Tehát ez az egyik nagyon fontos dolog, hogy látszatra ugye, itt érnek, de ez még nem igaz, hiszen nálunk is a silózást abba kellett hagyni, azért, mert a szem elkezdett maszatolódni, hogy így fogalmazok, a roppantóba, tehát nem volt elég száraz anyagtartalom még a szemekbe, hogy jó minőségű silókukoricát lehessen szilást készíteni a marhák számára, közben a korai érésidőeket pedig aratjuk és folyamatosan szállítjuk be Szabadegyházára. Ugye, mert ott az előszállítás az erőteljesebb fizetési volument jelent és magasabb árakat, tehát mi kihasználjuk a közelséget, és korai érésidőjük is vannak. Tehát egy időben még nem tudunk silózni, mert még nedves, úgymond a szem, a másikban meg már tudjuk beszállítani, mert megérett a kukorica. Tehát ezek régen nem voltak elképzelhető jelenségek, vagy csak nagyon ritkán, mert ugye augusztus végén hagyományoknak megfelelően mindenki elkezdett silózni, és ma már ugye ez áthúzódik teljes joggal, mennyiség és minőség okán szeptember közepére. Hát igen, de Martonvásár van. Igen, Martonvásár van, és kiváló silókukorica fajták vannak. Igen. Így van, így van. Nos, exportra is jut? Abszolút jut exportra is, kell is, hogy jusson, hiszen a hazai állattenyésztés, hogyha az elmúlt nagyjából közel egy évtizedet veszek, de ugye a 10 után, tehát 2010 utáni időszakot gyarapodásnak, fejlődésnek indult mennyiségi értelemben. A növekvő mennyiség, amelyik minden évben folyamatosan tovább tart, azért szívja fel a takarmányt is. Tehát az export alapunk változott, de a termés eredmények is változtak. Tehát én még pontosan tudom, hogy egy 10 évvel ezelőtt a 4-essel kezdődő búza országos átlagtermés abszolút helyén való volt, és hát ugye az utóbbi években léptünk át ezt a bűvös 5-ös határt, mert amikor még először valaki azt mondta, hogy 5 tonna lesz az országos átlag, akkor mindenféle irgumburgumot kapott, hogy ezzel leveri a búza árát, és hogy lehet ilyet mondani, hát 5 tonna itt Magyarországon nem lesz a búza átlaga, hát ma már nyilvánvaló több is, és bizakodóan nézhetünk elébe, hogy ez folytatódik. Tehát egyrészt a termés mennyisége, ha nem is lényegesen változott, hiszen a hektára
az egy hektára eső termés átlag növekedett, de a hektárszám az valamelyest csökkent, mert eddig mindig 1 millió fölött szoktunk lenni, most már ugye 950 körül mozgunk, de az export alapunk annak ellenére megvan, és majd hogy nem változatlan, mert a termés átlag növekedés az pótolta mindazokat a csökkenéseket, ami az állattenyésztés növekedéséből ered. Nos, és egyébként az exportban az is sokat segít, hát sajnos, hogy azért volt számtalan probléma Amerikában, Kínában, de azért Fehér Oroszország, Lengyelország tartja magát, Oroszország ebben a kérdésben. No, hát én bizakodó vagyok, természetesen akkor lehetünk nyugodtak önök, agrárgazdák is, amikor majd a termék, már a termény, már a magtárakban alszik. Viszont érdeklődéssel olvastuk, hogy júliusban, július 1-én pontosan bejelentette a Nagy István agrárminiszter, hogy a parlamentben megalakult a Nemzeti Agrár Tanácsadási Bizottság. Miniszter úr azt mondta, ez közhelynek tűnik, de nagyon fontos mondat. Csak úgy lehetünk versenyképesek, ha az agrárium minden szereplője lépést tud tartani a változásokkal. Teljesen igaz. Szükséges volt ez a bizottság? Rendkívül szükséges volt ez a bizottság. És hogy egy kicsi történelmi visszatekintést is adjak. 2007-ben a 73-as miniszteri rendelet, akkor még FVM-es miniszteri rendelet, alakította meg a mostani NATAB, ennek a szónak a rövidítése, ez erődjét. De ebbe a bizottságba, ez a bizottság nem volt olyan széles körű. A funkciójában ugyanúgy megvolt az, hogy a szaktanácsadók szervezetét ellenőrizze, alakítsa ki, ellenőrizze a munkájukat, az elismerési és pontrendszerüket alakítsa ki. Benne volt, hogy a biztosításukat kössék meg, és hát számtalan olyan dolog, ami a agrártanácsadással kapcsolatos. De például ebben a bizottságban nem szerepeltek azok a tanácsadással is foglalkozó nagy cégek, akik hiteleznek is ugye, a gazda számára, de közben tanácsadókat is adnak, akár mint a Kite, vagy más ilyen nagy cégről legyen szó. És ez azért a kereskedelmi cégek vonatkozásában is, aki tanácsadást is végez, azért fontos dolog. Tehát ők nem voltak eddig ebbe a bizottságban. Majd gyakorlatilag 17-ben megszűnt ugye ez a bizottság, és hát miniszter úr a rendeletébe a 16/2019-es AM rendeletébe, miniszteri rendeletbe, hogy ezt a bizottságot újra létrehozta, egy kissé megváltozott feltételekkel, hogy ezt a bizonyos kereskedőket is bevonta, és még számtalan tudományos és olyan intézetet, ami a gazdáknak gyakorlatilag gazda szervezeteket jelent. Nos, akár egészen konkrétan. A tagjai 19 fő plusz 2 főből állnak, és minisztérium benne van, tehát a agrárminisztérium, a minisztériumnak bizonyos hatósági része, ami ugye az agrárpályázatokat biztosítja, és természetesen minden olyan, mint a kincstár is benne van, aki ugye ennek a kifizetését mutatja, és milyen nevekkel. Tehát a minisztérium például dr. Juhász Anikót, helyettes államtitkárt, az akinek a volt főnökét, vezérigazgatóasszonyát jelölte ebbe a bizottságba. A Viski úr van, ugye a támogatási részről. A kincstárat a kincstárnak a helyettes vezetője, Kondrád Raura úrhölgy képviseli. És akkor benne vannak természetesen a kutatóintézetek, a NAIK, ugye a Nemzeti Agrár Innovációs Kutatási Intézet, és benne van értelemszerűen a
a Mezőgazdaság és Környezetvédelmi Kutató Intézet és ezeknek a vezetői vannak gyakorlatilag benne. Benne van három egyetem, tehát a Szent István Egyetem, a Debreceni Agrártudományi Egyetem és a Széchenyi Egyetem. És hát neves dékányai, professzorai képviselnek itt, akár a Jávor professzor, Vél András. Ugye, és nem mellesleg ugye a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara javaslatára most jönnek azok a köztestületek, gazdaszervezetek, amelyeknek is sora benne van. Hát természetesen ilyen értelemben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, de ott van a EFOSZ, tehát a élelmiszertermelőknek az országos szövetsége. Ott van a növényvédő kamara, ott van az állatorvosi kamara, ott van a MOSZ, és hagyd ne soroljak most, MEGOSZ, MEGFOSZ, tehát ugye a magánerdőgazdálkodók és a mezőgazdasági gépkereskedők, mert ugye a mozaik szavak nem mindig jutnak be az emberbe, tehát ezeknek valamennyinek ott van gyakorlatilag a képviselője ebbe a bizottságban. A bizottságot Jakab elnök úr vezeti, és a titkára pedig a NAK részéről van. Az első ülését július 1-én végezte el, hiszen június, tehát május 29-el nevezte ki miniszter úr a tagjait, és július 1-ével pedig ülésezett a bizottság, és rendszeresen fogja azt az érdekvédelmet, oktatást, edukációt és ennek a módját a szaktanácsadókon keresztül összehangolni. Tehát én azt látom, hogy ez egy olyan széleskörű összefogáson alapuló csapat, amelyik megalapozza, most függetlenül azon kívül, hogy most a szaktanácsadás van porondon, de azt a fajta együttműködési módszert, ami későbbiekben az agráriumnak a további fejlődését, innovatív fejlődését, és különösen a digitális agrárstratégia megvalósulását ilyen összefogásokkal fogja tudni megvalósítani. És emellett természetesen a generációváltást is segíti majd az oktatási program révén, a digitális jóléti programon, a digitális agrárstratégia, és ez a három elkerülhetetlen. Ez természetesen. Most én azt gondolom, hogy erről még fogunk beszélgetni. Egészen biztosan. Bízom benne, hogy az előjelek szerint ez egy remek összetétel egyik oldalról, a másik oldalról pedig hát hivatott szakemberek irányítják ezt a történetet. Én köszönöm szépen önnek, hogy megtisztelt. Én azt hiszem, hogy még lesz beszélünk bőven, főleg, ha majd kiderül, hogy a napraforgó és a kukorica betakarítása hogy alakult. Addig is köszönöm, hogy megtisztelt. Igaz, és köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, vendégem Zászlós Tibor volt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke, és a megalakult Agrártanácsadási Bizottságról, illetve a betakarítási munkákról esett szó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!